az edzésterv felosztásomról fogok beszélni. Amikor elkezdtem versenyezni, akkor rájöttem, hogy sokkal jobb izomépítés szempontjából és diéta szempontjából is. Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostani alkalommal az edzésterv felosztásomról fogok beszélni. Itt van Manuel, a főnyírónk. Kicsit zúg. Csapassad neki, tesó. Na, amúgy vettem egy új napszőnyveget, mert nem tetszett nektek a régebbi, úgyhogy remélem ez már tetszeni fog. Na srácok, posztoltam egy napja Instagramon, pontosabban két napja, hogy lehet kérdezni tőlem. Pontosabban azt kérdeztem, hogy milyen típusú videókat csináljak, miért szeretnétek látni. Rengetegen szavaztatok ilyen vlogokra, sokan mondtatok, hogy otthoni edzést csináljak, edzős videókat csináljak, átalakulásos videókat csináljak. És sokan kérdeztetek az edzés felosztásomról is, edzés programom felosztásáról, és mai alkalommal erről fogok beszélni. De igyekszek minden héten valami témát hozni, minden héten valami olyan témát hozni, amit szeretnétek látni, vagy amiről szeretnétek hallani. Úgyhogy a mai alkalommal erről lesz, mint tudjátok sokan. Általában ugye három részre osztom a testet, ez a push-pull-leg felosztás. És ugye ezt a felosztást csinálom már évek óta. Ez ugye a toló-húzó-láb felosztás. És mindjárt mondom, hogy miért ajánlom ezt, és miért írom ezt általában az edzéstervben, miért írok online kliensetek általában ilyen edzéstervet. Na most az egész úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon régen, még amikor elkezdtem a testépítést, akkor Manuel, menje már máshogy nyírod a füvet, légy szíves. Na, tehát régebben, amikor csak testépítettem és nem versenyeztem, akkor volt ugye, hogy öt részre osztottam a testet, külön karnap, külön válnap, külön hátnap, külön mellnap, külön lábnap, néha akár külön has is volt, de úgy éreztem, hogy nem fejlődtem elég gyorsan, elég ütemben, sok információt találtam az interneten, hogy hogy kéne edzeni ahhoz, hogy egy naturál testépítő még gyorsabban fejlődjön, és akkor találtam arra, hogy ugye ez a push-pull-leg felosztás, hogy egy héten kétszer tud edzeni az adott izmot, tehát ha most külön edzel a mellett, meg külön a vállat, meg külön a hátat, akkor nem kell egy geniusnek lenni ahhoz, hogy tud, hogy akkor minimum egy héten egy ilyen 8-10-szer kéne edzenem. Ami szerintem sok. Sőt, nem szerintem, hanem ez nyilvánvalóan a too much kategória. Na most, amikor elkezdtem versenyezni, akkor rájöttem, hogy sokkal jobb izomépítés szempontjából és diéta szempontjából is, tehát súlyvesztés szempontjából is, hogyha csak három lapra bontam, úgymond három részre bontam a testet, toló, húzó, láb. És ugye mivel heti 6-szor edzettem, így minden izomcsoportot kétszer tudtam átmozgatni, tehát toló, húzó, láb. Aki nem tudná pontosan mi tartozik a toló labba, elmondanám az összes toló izom, tehát mell, váll, triceps. Húzónak ugye a hát, biceps csukja, és sokszor teszek még bele amúgy itt hátsó vállat is, illetve van egy komplet láb edzésünk, a has pedig az mehet bárhol, vagy akár mind a háromnál is. Na most, ugye már elkezdtem versenyezni testépítésben, és ott kezdtem el csinálni ezt a felosztást, és rájöttem, hogy nagyon működik, és azóta ezt csinálom, ami már egy 5-6 éve. Néha kettészerem a tolónapot, hogyha éppen úgy tartja kedvem, de általában csinálom a mellvált tricepset egyben. Miért jó ez az edzésprogram, hogyha nincs időd edzeni, vagy hogyha kezdő vagy? Miért jó? Azért jó, mert hogyha egy héten kétszer vagy háromszor mész edzőterembe, akkor mondhatni, hogy minden izomcsoportodat meg tudod edzeni minimum egyszer. Tehát három nap, nem az van, hogy csak hátat edzettem, és kimaradt a láb, vagy a mell maradt ki, vagy a kar maradt ki, hanem tényleg minden izomcsoport megkapja a megfelelő mennyiségű terhelést minden egyes héten. Tehát kezdőknek is ezt tanácsolom, középhaladóknak is ezt tanácsolom, meg haladóknak is ezt tanácsolom, aki heti háromszor jár korni terembe, vagy aki heti hatszor jár korni terembe, hogy csinálja a toló-húzó-láb felosztást. Ha nincs időd, akkor azért csináld, hogyha meg van időd edzeni 5-6-szor, akkor pedig azért csináld, mert izomnövelés szempontjából sokkal többet fogsz vele érni, higgyétek el hosszú távon, mint hogyha 5 vagy 6 részre bontanátok a testet. Tehát hogyha mondjuk külön lenne még egy hasnap is, vagy akár a lábat kettészednétek. Én ezt tapasztaltam, én ezért csinálom, sokkal gyorsabb a fogyás, sokkal jobb a zsírégetés, sokkal jobb az izomépítés is egyben. És
ez a 100 fekvő támasszal igazából, amit csináltam, ugye most van ez a 30 napos kihívás, ez pont ilyen, hogy mondhatni, hogy mivel minden nap kapott egy kis terhelést, ezért újra elkezdett fejlődni. Tehát minden nap, és ezért mondom, hogy ha heti kétszer kapnak az izmok ugye terhelést, akkor sokkal gyorsabban fognak fejlődni. Persze nyilvánvalóan van itt is egy limit, tehát hogyha mondjuk már háromszor mellezné a héten, akkor lehet az már túl sok lenne, és az már túl edzéshez vezetne. De hogyha minden izomcsoportot kettőször edzel egy héten, az szerintem tökéletesen elég, de kezdjétek a tolóhúzó láb felosztással, heti három edzéssel. Na most általában ez így szokott nekem menni, hogyha tömeget növelek, hogyha diétázok, én az edzésteremben nagyon nem változtatok, illetve a kardiót minimalizálom mondhatni. Tömegnövelésnek 2-3 perc edzés előtt, edzés után, diétánál pedig mondjuk 5 perc edzés előtt is, 10-15 perc kardió edzés után, de ez is már csak a diéta vége fel. Én így csinálom évek óta, és nekem ez vált be. Online klienseknek is tolóhúzóláb felosztásban írom az edzés programot. Nyilvánvalóan nem muszáj konditermi, aki nem akar konditerembe edzeni, annak írom az otthoni edzéstervet, amihez csak két darab egykezes súlyzó kell, illetve középhaladóknak pedig már kell egyenes súlyt is, illetve súlyzótárcsák, de mondhatni, hogy otthon is ugyanúgy meg lehet csinálni a középhaladó vagy a haladó programot is, két darab kérdésúlyzóval, saját testsúlyoddal és egyenes súlyoddal és súlyzótárcsákkal. Na most, ez a testépítő edzéstervem. Régebben, amikor Ausztráliában voltam, akkor volt ilyen gyorsasági edzésem, mondhatni, hogy robbanékonyságra edzettem és gyorsaságra. Akkor amolyan sled push-t csináltam, tehát volt egy ilyen, nem is tudom minek hívják, konditerem közepén volt, és azt tolni kellett, és ugye arra ilyen súlyzókat, tárcsákat tudtál tenni, tehát súlyt tudtál rá tenni, és azt toltad. Az volt úgymond a kardió edzésem, illetve volt egy ilyen hatalmas nagy kerék, egy ilyen nagy traktorkerék, és azt kellett ütni ilyen törőkalapáccsal. Úgyhogy ezeket hiányolom amúgy az itteni konditermekből. Lehet, hogy némelyikben van, de itt Miskolcon nem igazán. Úgyhogy ha egyszer csinálok konditermet, akkor ezek mindenképpen benne lesznek. Na most ezen felül szerintem év vége felé elkezdek majd ilyen street workout-os edzést is csinálni, egy héten egyszer-kétszer, ami csak és kizárólag saját testsúlyos edzés lesz. Úgyhogy úgy vagyok vele, srácok, hogy az esztétika az nem minden. Attól, hogy esztétikus vagy, attól legyél funkcionális is, tehát a tested legyen funkcionális, az izmai legyenek funkcionálisak, és fontos funkcionálisságra is edzeni, tehát ha úgy edzel csak, mint egy testépítő, akkor nem fogsz tudni lófasz se csinálni a testedbe, és most lehet hülyén hangzik, meg kiábrándítóan, de hány testépítőt láttál muscle up-ot csinálni, vagy sprintelni, vagy akár csak simán futni, általában a többség az nem tud még fél percet se futni, mert kimerül. És szerintem, hogyha már van egy jó fizikumod, meg felépítesz egy jó fizikumot, akkor tud használni. Legyél atletikus, esztétikus, jó izomálló képessége. Úgyhogy ez az én véleményem, illetve én így csinálom az edzéstervemet, így osztom fel a testemet. Hogyha te is szeretnél segítséget, akkor nyugodtan dobj egy e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra, és akkor segítek neked kiválasztani a szintednek megfelelő edzéstervet, vagy ha gondolod, csak szimplán látogass el weboldalamra, ami az aramtariprofizik.hu, csinálok otthoni edzéstervet, edzőtermi edzéstervet, de igazából tolóhúzóláb felosztásban csinálom az edzéstervet, ez az én stílusom, úgyhogy akit érdekel, az nyugodtan dobjon egy e-mailt, vagy látogasson el weboldalamra. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem ez a videó amúgy informatív volt és hát inspiráló. Inspiráló, inkább csak informatív. Ha igen, akkor csapass rá egy lájkot, oszd meg és kommentelj és írd le, hogy milyen videót szeretnél még látni, mivel fejtsem ki a véleményem, akár lehet az egyéb egy-egy táplálékkiegészítő, vagy egy-egy diéta, étrend, bármi, amit gondoltok, csapassatok egy kommentet ide a komment szekcióba, és akkor elolvasom, és következő héten jövök egy másik ilyen vélemény kifejtős videóval. Aki nem tette meg, iratkozzon fel még több hasonló videóért. Tari Ádám voltam. Peace!